성기술 주충석이 주위 Te taekwondozó? 2000-ben kaptam meg a fehér övet, és már lassan 10 éve lesz. Honnan jársz be edzésre? Hallottam, hogy elég messziről. Igen, Gyergyószentmiklósról járunk egy héten háromszor. Mi tetszik a legjobban a taekwondóban? Hát, amikor először eljöttem, nem nagyon tetszett, de úgy megszerettem vele, hogy egy küzdősport, és hogy full kontakt, hogy védőfelszerelés, hogy kevés a lesérülésnek az esélye. És jó, hogy meg tudod védeni magad. És mivel, hogy küzdősport, sokan azt gondolják, hogy nem lányoknak való. Te erről mit gondolsz? Lányoknak ajánlod ezt a sportágat? Hát én ajánlom, mert nagyon sokan lány taekwondozik, és szeretik, és lányoknak is ugyanolyan jó, mint fiúknak. Köszi, egy nevet mondj el. Bajko Erika. Milyen eredményeket értél el? Hallottam, nagyon ügyes vagy. Első hely, második és harmadik. Országos szinten? Igen. Románia kupán is értem el elsőt és másodikat. Okay, gratulálok, nagyon ügyes vagy. A nevedet, Lid? Rácz Arnold. Okay. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a sportshowban. Ma este itt vagyunk a Csíkszeredai Főnix Sportklub, Taekwondo Klub székhelyén, és elbeszélgetünk Simó Mihály mesterrel, vezetővel, edzővel és a klub elnökével. Köszöntöm Önöt. Én is köszöntök mindenkit, úgy a nézőközönséget, mint titeket, és örömmel fogadlak. Nagyon örvendek, hogy sor kerülhetett erre a beszélgetésre, mivel hogy ugye ezt a székhelyet még élőben, illetve tévében nem volt lehetőségünk, hogy bemutassuk. Szeretném, hogyha először is beszélnénk egy picit a taekwondóról, hogy mi is az, honnan származik. Hát a taekwondóról, ha visszamegyek a legelejére, akkor azt mondanám, hogy 1955. április 11-én született meg. Tehát ezt mondani a taekwondó születésnapjára, amit Choi Hong-ki nagymester alapított. Tehát Choi Hong-kiról annyit mondanék, hogy ő volt az, aki ugye a Sobak-ji és a Taekyon, a két koreai harcművészetnek a lényegét próbálta összefoglalni ebbe a taekwondóba. És ennek köszönhetően született meg a taekwondo. Tehát ő személyesen mindkettőt űzte, amiben nem volt eléggé megelégedve, és úgy döntött, hogy akkor hoz létre egy sokkal jobbat, értékesebbet, és ugyanakkor ugye az egyik legfiatalabb sportág a harcművészetekbe, ami bizony nagy sikernek örvend manapság. Hogyan pontozzák, mik a szabályzatok, hogyan kell taekwondozni? Hát itt elsősorban felosztanám őket, ugye, mert az történik, hogy a taekwondónak megvan a művészeti része, ami a formagyakorlat és az alaptechnikák, akkor ugyanakkor van a harc, a küzdelem, ami szintén ugye egy teljesen más része a taekwondónak, a töréstechnikák, a speciáltechnikák, tehát effektíven sok részből áll le, mint bármelyik harcművészet is. Viszont ezt még visszatérnék egy picit, megemlíteném azt, hogy a 80-as években ugye történt egy nagy áttörés, amikor a WTF taekwondót felvették az olimpiai sportágak közé, és ugyanakkor nálunk a klubnál is ekkor történt meg a nagy változás, hogy átálltunk az olimpiai sportágra. Azelőtt ugye a hagyományos taekwondó harcművészetet gyakoroltuk, és nagyon örvendek, hogy erre a sportágra álltátunk, és ezt átvettük, mert óriási lehetőség áll a gyerekek előtt, tehát nem csak mint bajnok, és hogy eljuthat egy nemzetközi versenyre, hanem el tud jutni egész az olimpiáig, hogyha nagyon tehetséges és adottságai vannak. Mi a különbség a kettő között, a hagyományos és a WTF között?
Hát ugye elsősorban maga az, hogy olimpiai sportág, ez ami egy óriási különbség. Attól eltekintve természetesen mindkettő nagyjából ugyanaz. Tehát nagyon szép, nagyon ugye nagyobb lábtechnikával rendelkezik, tehát 70%-a a tékvandónak a lábtechnikákat képezi, és alig 30%-a, tehát benne van természetesen minden kéztechnika, de sokkal több a lábtechnika, tehát nagyon sokat alapoznak a lábtechnikákra. Itt térnék rá ugye arra a kérdésre, hogy a pontozás, hát ugyanúgy van ugye a küzdelemben is, hogy a lábtechnikák vannak előnyben. Tehát a kéztechnikára ugyanakkor, ha adnak egy pontot, ha egy testtalálat történik, viszont egy fejrugásnál 3 pontot adnak, és ez már automatikusan a sportolót rákényszerít, illetve nem is rá, hanem inkább a sportolók gyakorolnak többet lábra, mivel hogy előnyösebb a küzdelembe. Tehát nagyon gyorsan, ha két fejest berúg, és akkor már 6 ponttal előnye van a másikhoz képest. Tehát ez egy szenzációs dolog. És ebből kiindulólag van az, hogy a sportolók rengeteget gyakorolnak lábra. Tehát csak úgy röpködnek, és csodálatos, amikor ezt a sok lábtechnikát gyakorolja. És ugye különböző színű övekkel értékelik a szinteket. Mennyi idő szükséges, hogy például elérjen egy versenyző a fekete övhöz? Hát aránylag, hogyha veszünk egy normális esetet, amikor övről övre tud vizsgázni a gyerek, én mindig úgy veszem, hogyha 10 évesen kezd neki, ebben az esetben elég érett ahhoz, hogy a leckéket normális körülmények közt átvegye, fizikailag, szellemileg mindenképpen tudjon fejlődni. Ebben az esetben 4-4,5 év alatt fekete övre juthat. Viszont abban az esetben, hogyha egész kisgyerekkorba kezdi, ekkor már nálam a klubnál legalábbis megpróbálom 14 éves korig feloktatni őket, addig, amíg a 14 évet elérik, és csak akkor engedem tovább a feketőre, mert én úgy gondolom, és szerintem nagyon sok harcművész egyetért velem, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki feketőves legyen, nem elég az, hogy technikailag tudjon bizonyos dolgokat, mert azoknak a technikáknak ugyanúgy meg kell legyen az erejük, meg kell legyen a pontosságuk, de természetesen szellemileg is és fizikailag is pont úgy fel kell legyen készülve erre a fokozatra. Mióta létezik Csíkszeredában a taekwondo? Hát a régi szép időkben, amikor még ugye nekünk szerencsénk volt, hogy itt volt a traktorgyárnak egy testépítő csapata, amit ugye a 80-as években hoztam én be Csíkszeredában. Én annak idején Bukarestben versenyeztem, mint testépítő a Spiru Haretnek, és megalapítottuk a traktor csapatát, mint testépítő csapat, és innen kiindulólag, hogy megvolt nekünk a terem lehetőségünk, ugye én régebb, amikor még Marosvásárhelyen laktam, kisgyerek voltam, akkor jártunk tékvandozni egy illetőhöz, és ebbe az esetben volt nekünk egy fedezékünk, úgyhogy én azt mondhatnám, hogy már a 83-tól errefelé már gyakoroltuk a tékvandót itt Csíkszeredába, testépítés néven természetesen a testépítő csapatunk is nagyon jó volt, tehát aranyérmeseink voltak, tehát ez egyáltalán nem befolyásolta csak éppen kaptunk minden nap egy óra szabadot a terembe, hogy ezt is gyakorolhassuk. Tehát akkor te hoztad be Csíkszeredába ezt a sportágat? Igen, tehát a testépítést is, és a tékvandót is. Tehát a tékvandót nem csak Csíkszeredába, hanem az egész Hargita megyébe. Tehát itt ugye, ahogy a diplomán is látszik, hogy a négy dant, ugye 1996-ban, Varsóban, amikor vizsgáztam, akkor ott elvégeztem egy nemzetközi instruktori képzőt is, ami megengedte, hogy képzéseket tudjak tartani. És ugyanakkor ezt követően létrehoztam több mint 10 csapatot a megyébe és a megyén környékén. Hát ezek a csapatokból jelen pillanatban is ugye a Gyergyószentmiklósi, a Szentkirályi, az Udvarhelyi, a Szovátai csapatok, ezek mai napig is működőképes csapatok. Annyi, hogy most ugye azok, akiket felneveltem, feketővesek lettek, azok pedig úgy nyugodtan mindannyian átvették a csapatokat, tehát mind az egész csapat önálló klubként működnek, és nagyon-nagyon ügyesek.